Lázasan gyakorol a Hungaroki Táncegyesület akrobatikus rock'n'roll csapata. A Pán Péter című produkciójukat hozták el a közönségnek. Nyáron alakult a formáció, azóta folyamatosan gyakorolnak. Több versenyen is megmérettették már magukat. A fiók Kimit Tudon sem először vettek részt. Már voltunk régebben, akkor párossal is, és több formációval. Mire számítatok ma? Hát reméljük, hogy megnyerjük, mint ahogy mindenki idejön, és sok élménnyel gazdagodunk. A regisztrációs pultnál közönségszavazatos kártyákat is osztottak, így az érdeklődők is tudtak voksolni az általuk legjobbnak ítélt produkcióra. Természetesen egy 6-tagú szakmai zsűri is értékelte az előadásokat, melynek tagjai Molnár Ágnes, Fazekas Róbert Pizsi, Gerendás Dani, Hergenröder Jácint, Kuruc Róbert és Varga Bence voltak. A versenyzők 5 kategóriában mutathatták meg tehetségüket. Táncosokból volt a legtöbb, 9 produkciót láthatott a közönség. Voltak visszatérő versenyzők. Vertál Anita például szinte az összes Kimit Tudon részt vett már. Mi azért jöttünk ide, hogy fellépjünk, jól érezzük magunkat. Meg hát nálunk ez már egy ilyen hagyomány, mert én az első Kimit Tud kivételével az összesen itt voltam. Idáig mindegyiknél saját dallal. Most az első volt az, hogy nem saját, mert a munkám miatt most nem tudtam sajnos sajáttal készülni. Ezúttal 2 produkcióban is részt vett. Az elsőben kislányával állt színpadra, egy UFO-s lágert hoztak. Majd egy rappet is hallhattunk tőle. A kedvenc rapperemtől hoztam a takarító nőt. Ezt azért választottam, mert én is jelenleg takarítóként dolgozok, és ez pont passzolt. Jó nő kell legyen, és hódító, és már is szívesebben leszek én az oktatónő. Lánya Szabó Regina sem ismeretlen a mosonmagyaróváriak előtt. Különleges tehetségével már korábban is megismerkedhettek a helyiek. Most egyik kedvenc számát mutatta meg a színpadon. Mondtam már, hogy kus, ha nem tetszik ez a cucc. Én vagyok a struc, de ha látsz, mégis futsz. Küld az üzid Istán, hogy nem menj neked ez kislány. Nyomom a tétet, bíztát, nem leszek a csícskád. Szerettem nagyon a Lil G-t, és onnan hallottam, hogy van ez a Manipuláció című száma, és azt tetszik nekem a legjobban is. Megvolt a karaoke-ja, és azért gondoltam, hogy inkább ezt hozom. A produkciók után visszavonult a zsűri, hogy értékelje a látottakat és hallottakat. Táncpedagógusként rengeteg táncversenyen szoktam zsűrizni, tehát ilyen tekintetben van némi rutinom már zsűrizésben. Itt a helyi Kimit Tudon még soha nem voltam. Viszonylag kevés produkció jött el erre a versenyre. A hatalmas feladatot most nem fog annyira jelenteni az, hogy összeállítsuk a sorrendet. Van is elképzelésünk, most éppen tárgyalásban vagyunk, és próbáljuk megbeszélni a részleteket a többiekkel. Összességében azt gondolom, hogy azért szuper produkciókat láttunk, nagyon sokszínű volt, úgyhogy én abszolút elégedett vagyok, és ha mondhatok ilyet, abszolút felül szárnyalták azt, amire számítottam. A szervezők is elégedettek voltak. Hunkata elmondta, nagyon örültek annak, hogy ezúttal népzenét is hoztak a jelentkezők. Nagyon örültünk annak, hogy lett egy új táncsoport, aki itt a színpadon bemutatkozhatott, illetve nagyon sok a visszatérő versenyző, akin látszik, hogy az elmúlt 2 évben készültek, gyakoroltak, és nagyon jó produkciókat láthattunk tőlük. Amíg a zsűri értékelt, a Fészek Alja népzenekör rögtönzött táncházat tartott az aulában, aminek óriási sikere volt. Mindenki izgatottan várta az eredményeket, mind az 5 kategóriában díjazták a jelentkezőket. Ezen kívül 2 külön díjat és egy közönségdíjat is átadtak. Ének kategóriában Nyerluc Liliana és Nyerluc Barbara, tánc kategóriában Tóth Emília, rap kategóriában Szabó Regina, zenekar kategóriában a Fészek Alja népzenekör, egyéb kategóriában pedig Szalai Melinda Réka lett az első. A Medkids és az 1-2-H Egyesület külön díjjal, míg a Hungaroki Táncegyesület formációja közönségdíjjal térhetett haza. A 6. Fiók Kimit Tud egészét február 8-án és 9-én televíziónk adásán is megnézhetik majd.